Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Már a bekötő út készül, hamarosan érkezik a kínai okos eszközöket gyártó cég Kaposvárra. Gombnyomásra érkezik a segítség, biztonságot nyújt az időseknek a gondos óra. Együtt ültettek, szülők, tanárok, bankosok szépítették közösen a Kodály iskola udvarát. Jó estét kívánok! Zajlanak a munkák a Kaposvári Északi Ipari Parkban, ahova hamarosan érkeznek a befektetők, elsőként egy kínai vállalat. Az okos eszközök előállításával foglalkozó cég mintegy 20 milliárd forintos beruházásával 200 munkahely jön létre a Somogyi Vármegye székhelyen. Már az utat alapozzák az Északi Ipari Parkban, ahová a legnagyobb európai gyártóegységét építi majd a Yichang, a lineáris hidraulikus szerkezetek előállításával foglalkozó kínai vállalat. 22 hektáros északi ipari parkból 10 hektárt fog elfoglalni ez a telep, és ezen egy 20 000 négyzetméteres csarnokban körülbelül 200 munkavállalóval fogja megkezdeni a tevékenységét. A kínai cég Kaposvára települését augusztusban jelentették be. A cég elnöke akkor arról beszélt, éves szinte 80 millió eurós árbevétellel számolnak, és a kaposvári 20 milliárdos beruházást egy mintaprojektnek tervezik. Egy olyan vállalat vagyunk, amelyik tiszteli a helyi kultúrát és szabályokat. Mindig is fontosnak tartottuk a legális működést, illetve a szabályos menedzsmentet. Közben mi nagyon sokat fektettünk az innovatív környezetvédelmi fejlesztésekbe is, hangsúlyozta a Yichang vezetője. A külügyi tárca számításai szerint idén is Kínából érkezik majd a legtöbb beruházás Magyarországra, és ezeknek köszönhetően már mostanra megdőlt az éves beruházási rekord. A város most 2,7 milliárdos kormánytámogatással fejleszti az északi ipari parkot, a Füredi úthoz kapcsolódó bekötő utat és a belső úthálózatot. A következő ütemben pedig a szomszédos területen is indulnak beruházások, mivel számos befektető jelezte érdeklődését a város iránt. A hazai elithez szeretne tartozni Kaposvár a gazdasági összteljesítményét tekintve. Ehhez kérte a helyi gazdasági élet meghatározó szereplőinek segítségét a város polgármestere. Szita Károly a Somogyi Iparkamara ülésén úgy fogalmazott, a mögöttünk hagyott 10 év az elmúlt 100 év legsikeresebb évtizede volt, de Kaposvár még a feltörekvő városok közé tartozik, és mindent meg kell tenni azért, hogy utolérjük Debrecent és Győrt is ilyen tekintetben. A városvezető emlékeztetett rá, mivel a kormány a dél-dunántúli régióra kiemelt fejlesztési területként tekint, nem mindegy, hogy ebben milyen szerepe lesz Kaposvárnak. Ennek kapcsán várja az iparkamara ötleteit és javaslatait, amelyet majd továbbíthat a területfejlesztési miniszternek. Mérföldkőhöz érkezett a gondos óra program. A közelmúltban ugyanis a regisztráló nyugdíjasok száma elérte a 250 ezret. A cél pedig, hogy baj esetén minden rászoruló idős ember biztonságban érezze magát. Elesik, akkor nem is kell, hogy hívja a központot, hanem bejelez az óra, és azonnal jelentkeznek, és hát segítenek. Ha valaki eszméletét veszti, akkor a benne lévő GPS alapján megtalálják. Ez a 73 éves kaposvári asszony is igényelte a gondos órát. Egy ideje már megvolt neki, de nem hordta mindig. Egy szerencsétlen baleset döbbentette rá a készülék hasznosságára és praktikusságára. Száraz idő volt, és mentem a múzeum közbe lefele, és nem a lépcsőn mentem le, hanem a mozgássérülteknek kialakított kis csikon. Megcsúszott a cipőm, hanyattestem, és hát nagyon megijedtem. Természetes közben telefonáltam, elrepült a telefonom, és úgy húztak föl, úgyhogy teljes rémületben voltam, hogy mi történt, és akkor szerencsére a fejemet nem ütöttem meg, a gerincemet annál inkább, és ott szédibabáztam a Teleki utcába, és hát eszembe jutott, hogy ezt az órát, azt igazán főcsatolhattam volna.
Európában egyedülálló módon a magyar kormány indította el a gondos óra programot még tavaly. Minden 65 éven felüli nyugdíjas egy regisztrációt követően ingyenesen megkaphatja a nyakban vagy karon hordható nyomógombos készüléket. Használata egyszerű, baj esetén rögtön jelentkezik a diszpécser, aki a probléma mértékétől függően dönt, ha kell értesít egy családtagot vagy a mentőket. Az eszköz amellett, hogy viselőjének biztonságot nyújt, a generációk közötti szakadékot áthidalva a hozzátartozóknak is nyugalmat ad. Az elmúlt évszázadokban a családok életében magától érthetődő volt a fizikai közelség. Az idők során ez megváltozott. Egyre nehezebbé vált a távol élő idős hozzátartozókról, ismerősökről való gondoskodás. Az ő támogatásuk ugyanakkor továbbra is fontos és felelősségteljes feladat, amelyet hozzá kell igazítani a megváltozott körülményekhez és a digitális technológia fejlődéséhez. Karbantartásra nincs szükség, a töltését pedig nem is lehet elfelejteni, ugyanis a diszpécser szolgálat mindig figyelmeztetést küld a töltöttségi szintről. A program célja, hogy 2025 végére 1,5 millió idős ember részesüljön az óra nyújtotta biztonságban. Minden vállalását teljesítette a Kométa, közölte a gazdasági versenyhivatal, akik a húsipari vállalat kommunikációs kampányait vizsgálták. Az eljárás kiterjedt a cég egyes készítményei egészségre gyakorolt hatását jelző kijelentésekre is. A Kométa vállalta, hogy kommunikációs kampányt indít a fogyasztói tudatosság növelése érdekében, a táplálkozási szükségletek és az élelmiszerválasztás témakörében, illetve létrehoz egy weboldalt, ahol tájékoztatást nyújt az egyes fogyasztói csoportok táplálkozási szükségletei közötti eltérésekről. A vállalkozás továbbá belső megfelelési program kialakítását is vállalta. Megelevenednek cibóka kalandjai. TV-játékot forgat Kaposváron Sarkadi Kis János színész rendező, erről is szó lesz hamarosan. Babérmedgyeket, fűféléket és virágokat ültettek a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarán egy sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetően. A projektben több helyi vállalkozás is részt vett, a munkákat pedig a szülők és tanárok végezték. Szorgos kezek ültettek el több tucatnyi virágot a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola udvarán. A zöldítésre 200 ezer forintot költöttek, amelyet egy bank pályázatán nyertek el. Mi egész évben szorosan együttműködtünk a Kodály Központi Általános Iskolával, és ennek az eddigi együttműködésnek a kapcsán kérdeztük meg, hogy miben tudunk esetleg még segíteni ebben az évben a gyermekek pénzügyi edukációját követően. Az ültetésben a bankfiók munkatársai, az iskola dolgozói és a szülői munkaközösség tagjai is részt vettek. De egy gyors étteremlánc alkalmazottai is csatlakoztak a kertészkedéshez, és uzsonnával is támogatták a projektet. A folyamatok alatt elhelyezésre kerültek olyan növények, amelyek a gyerekek terhelését és a szárazságot is jól tűrik, tehát egy iskolaudvarra azt gondolom, hogy megfelelőek. Ezek a növények babérmedgyek, különböző fűfélék. Próbáltunk olyat választani, hogy az udvar egy kicsit kedvesebb, benyomást keltsen, szebb legyen, barátságosabb legyen, hiszen nekünk az a célunk, hogy a gyerekek minél barátságosabb, jobb környezetben tudják eltölteni az idejüket, akár tanulással, akár játékkal. A Kodály udvarán nemrég 37 millió forintból játszóteret is avattak, amely a város iskola udvar felújítási programjának része. Erre eddig 102 milliót költött Kaposvár. Az alacsony hőmérséklet számos állatfajra jelentős hatással lehet, beleértve a házi állatokat és a haszonállatokat, ezért ebben az időszakban fokozott figyelmet igényelnek, erre hívta fel a figyelmet közleményében az állatvédelmi biztos. Mint írta, a hideg különösen a rövidebb szőrű vagy kisebb testű állatokra veszélyes, és növelheti a légúti betegségek előfordulását is. Állatvédelmi szakemberek ezért azt tanácsolják a gazdáknak, hogy biztosítsanak megfelelő táplálékot, folyadékot és a menedéket az állatok számára, hogy fenntarthassák testhőmérsékletüket és energiaszintjüket. A biztos szerint a téli hónapokban különös figyelmet kell fordítani a menhelyeken élő állatokra is, hiszen ilyenkor az állatok nagyobb energiát igényelnek a testhőmérsékletük fenntartásához, mely különös kihívást jelenthet az állatmenhelyeken. A közösségi összefogás kulcsfontosságú a civil állatvédő szervezetek támogatásakor.
Leforgatták a Kaposvárról és Somogy vármegyéről szóló filmeket. A megyei önkormányzat által támogatott produkciók egyike a Cibóka kalandjai a gyermekeknek, a Közjáték a virágok városában pedig a felnőtteknek szól. Mindkettővel Kaposvár és Somogy vármegye értékeire szeretnék felhívni a figyelmet. A Cibóka kalandjai című film egyik jelenetének próbafelvétele zajlik éppen. A szakemberek sokszor megállnak, újra és újra rögzítik, tökéletesítik a felvételt. A Csiky Gergely Színház művészei szerint egészen más a kamerának játszani, mint a teátrum színpadán. Nem a gyerekek ülnek szembe, az nagyon furcsa. Nem a partnerrel játszom, hanem a kamerában nézek, az is furcsa. Hát izgalmas, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Sok rossz tapasztalatom van róla. Igaz, Kotorék? Hát, ami igaz, az igaz. Az operatőr Kehi Rihárd mindössze egy kamerával forgatta a tévéjátékot. Még az elején vagyunk, de nagyon izgalmas. Tehát, hogy mi ismerem a színészeket, és hát ilyen minimális eszközöket használunk, végül is nem egy ilyen nagy apparátus van, ami is egyedül csinál mindent, és hát ez egy érdekes kihívás nekem. Az előadások először a Somogy vármegyei önkormányzat felkérésére születtek meg, és eddig 10-10 településen játszották. Ezek sikere adta az ötletet a tévéjáték elkészítéséhez. Az elsődleges nagy cél az, hogy eleve dokumentálva legyen, és ha már dokumentálva van, akkor legyen egy nagyon szép formában dokumentálva. Tehát ugye az, hogy egy tévéjátékot tudunk csinálni belőlük, az nekünk nagyon-nagyon fontos volt. És ugye hát a film, a tévéjáték annyiban különbözik, sokban különbözik, de talán annyiban leginkább, ami a néző számára szembetűnő lehet, hogy ez egy sokkal intimebb színjátszást követel, mint a színpadi lét. A filmeknél már csak az utómunkák vannak vissza, amelyekkel várhatóan decemberre elkészülnek, így a tervek szerint hamarosan minden somogyi diák megnézheti a két történetet. A versmondás ma is trendi. Ady Endre születésének évfordulójára emlékezve rendezett versmondó versenyt a Kaposvári Polgári Kaszinó és a Ficsak Kaposvári szervezete. A programra 20 versmondó érkezett főként a vármegyéből, de egy budapesti induló is mondott költeményt. Jaj, de szép az a Pest! Istenem, de szép! És bennem ilyen úri, mi is szerint a nép. Össze-vissza jártam utat út felett, de szemem nyugodni nem talált helyet. Ablak ablakon van, 3-4 soron, hogy magas falunkban nincsen a torony. Az indulók idén két verssel nevezhettek, egy közismert alkotáson kívül a másik művet szabadon választhatták. Volt, aki jövőbeni szakmája gyakorlása kapcsán jelentkezett. Én mindenféleképpen majd kommunikációs területen szeretnék elhelyezkedni a közeljövőben, és ezért tartom fontosnak a versmondásokat, illetve nagyon tetszik ez a versmondós légkör. A szavalatokat szakmai zsűri bírálta el. Elnökük szerint a mai korban is fontos a vers tanulásba fektetett munka. Bármilyen furcsa, mai világban még hasznosabb, mint régen, hiszen ma valahogy mindenki kap egy kis figyelmet a közösségi médiának köszönhetően, és így nagyon fontos lenne, hogy az emberek megtanulják magukat kifejezni, elmondani, hogy mit éreznek. És ez a versmondás szerintem nagyon durván jó segítség lehet. A Kaposvári Polgári Kaszinó a 90-es évek második felétől kezdte megszervezni a Lekötelező Irodalom című versmondóversenyt. A Kaposvári Civil Szervezet 26 éve szervezi meg rendszeresen a megmérettetést. A Polgári Kaszinó a különböző rendezvényekkel igyekszik tenni a magyar kultúra értékeinek megismertetéséért és ápolásáért. A cél az volt, hogy a fiatalok foglalkozzanak a verssel, beszélnek meg szépen, tanuljanak meg szépen beszélni, és szeressék, és adják át ezt a tudásanyagot. Aki verset mond, nem mindenkiből lesz színész, de arra jó, hogy egy magabiztosságot teremtsen, hogy ki tudjon állni mások elé, és elmondja mások, illetve a saját gondolatait is. A verseny helyezettjei könyvutalványban részesültek. A legjobb versmondó Magyar Kinga Lilla lett a Kaposvári Zicsi szakgimnáziumból, a második helyezett Csordás Júlia a Marcali gimnáziumból, a harmadik pedig Csillag Boglárka a Táncsicsból.
Híradónk végén sport. 3-0-ás győzelmet aratott a Genoa Genève csapata tegnap este a finó Kaposvár férfi röplabda csapata felett a CEF Kupa párharc első felvonásában. Szinte végig a svájciak irányították a mérkőzést, a házigazdák pedig hiába próbálták tartani az iramot, a második játékrész felőrölte erejüket. A harmadik felvonásban ráadásul Baróti Árpád reklamálásért piros lapot is kapott életében először. A vendégcsapata játékképe alapján alaposan felkészült a kaposvári csapatból, hatásos támadásaikkal és pontos mezőnyjátékukkal szerezve meg az értékes pontokat. A visszavágóra egy hét múlva, november 29-én Svájcban kerül sor. Open verseny szervezett a múlt hétvégén a kaposvári Vikingek Darts Klub. A viadalra több mint 500 nevezés érkezett. Több NB-s játékos is emelte a színvonalat, és az amatőrök közt is jó formában lévő dartsosok jelezték részvételüket. Fél száznál is többen álltak a céltáblák elé a közelmúltban a kaposvári Vikingek Darts Klub Füredi úti termében. A szervezők ezúttal egy nyílt viadalra várták a résztvevőket. Ez most egy nyílt verseny, Open-t rendezünk 56 fővel. Elég jó, elég magas színvonal lesz szerintem, mert nagyon jó játékosok érkeztek és indulnak. Hát magasan lesz a léc, úgyhogy mindenkinek össze kell szedni magát. 8 csoportunk lesz hétfővel, hétfősek lesznek a csoportok, 48-as főtábra, onnantól meg majd egyenes kieséses sér megy már a harc. Az egyik Pécsről érkezett versenyző többszörös visszatérő. Mint mondta, különösen érdekesek a kaposvári rendezésű megmérettetések. Nagyon szívesen járunk ide Kaposvárra, legalábbis én nagyon szeretem, nagyon jó hangulatú versenyt szoktak rendezni itt a srácok. Eredményben nem gondolkodom, érezzük jól magam, jöjjön az, amit szeretnék, legyen egy jó versenyünk. A darts alapjai viszonylag gyorsan elsajátíthatóak, de van néhány szakmai forté, például a dobótechnika. Mindenkinek egy sajátos dobótechnikája van, a legáltalánosabb szerintem az, amikor az ember így féloldalasan beáll a táblához, a bullnak a vonala az a testednek a tengelyének kell, hogy pár egy vonalba legyen. És igazániból csak az alkarod az egyetlen mozdulat, ami mozoghat. A viadalon végül a mostanában kimagasló formában dobó Lassú József diadalmaskodott, míg a második helyezett Kard János Pécsről. A dobogó harmadik fokára pedig Pető Zsolt állhatott fel. A legtöbb 180-at is ő dobta, a legmagasabb kiszállót pedig Müller Ákos szigetvári versenyző jegyezte. A legjobb női játékos Taubert Lilian lett. Főbb híreink még egyszer röviden. Már a bekötő út készül, hamarosan érkezik a kínai okos eszközöket gyártó cég Kaposvárra. Gombnyomásra érkezik a segítség, biztonságot nyújt az időseknek a gondos óra. Együtt ültettek, szülők, tanárok, bankosok szépítették közösen a Kodály iskola udvarát. Gyerekműsorral és Székely Zöld magazinnal is várjuk Önöket még ma este a képernyők elé, friss híradóval pedig legközelebb holnap jelentkezünk, maradjanak velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapuspont után már is jön az időjárás jelentés. A mai frontmentes idő után holnap egy újabb hideg front éri el hazánkat. Nagyrészt felhős lesz az ég, jelentős kiterjedt csapadék azonban nem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki zápor. Átmenetileg enyhül az idő. A változó irányú szél megerősödik. A hajnali órákra mínusz 2 plusz 2 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 8-10 fok között alakulnak. Szombaton felhő átvonulások várhatóak, néhol előfordulhat zápor, hózápor. Hajnalban 0, délután 3-5 fok várható. Vasárnaptól a jövő hét közepéig további lehűlésre, télies időre számíthatunk. Jelentősebb csapadék kialakulása még bizonytalan, futó hózáporok azonban előfordulhatnak. A
Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. A Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.